A Merkantil Bank MB2 19. fordulójában csapatunk a Ceglédi VS-et fogadta. A találkozó előtt 9 pont volt a két csapat közti különbség, együttesünk a 9. helyről, 23 ponttal várt a mérkőzést. A ceglédieknél kimaradt Dóci, Majoros és Pesti, helyettük Vattai, Kovács és Farkas kezdett, míg a Soroksárnál eltiltás miatt nem szerepelhetett Lovrencsics, sérülés miatt pedig Huszák, Pál András és Péter Antal. A sípot Botló Béla fújta, segítői Horváth Zoltán, Pápai Zoltán és Pillók Ádám voltak. Szinte még el sem kezdődött a mérkőzés, már vezethettünk volna. Lisztes passzolt egy gyönyörű csel után Sándorhoz, aki megverte egy az egyben emberét, középre tekert labdáját, Szenes pörgette kapura, de Tóth bravúrral hárítani tudott. A 10. percben Gohér adott be balról, a berobbanó Hodgyai hátáról azonban pont a vendégek kapusához került a labda. Negyed óra játék után Kovács előtt adódott lehetőség, a becsúszó védő lábáról pont elé került a labda, de már nem volt helye lőni, így Tóth begyűjtötte a játékszert. A 32. minutumban némileg váratlanul vezetés szerzett a Cegléd, Balog lépett ki a védők közül egy remek indítással, és higgadtan a bal alsóba passzolt. Még a félidő vége előtt egyenlíthetett volna csapatunk, Lisztes zseniális passza után Szenes került zicserbe, de kaput nem talált támadónk nagy erejű lövése. Az 52. percben ismét nagy helyzet maradt ki, Gohér végzett el szabadrugást a 16-os vonaláról, de Tóth hárította a csavarást. Az 56. percben Gohér adott be balról, de Hodgyairól kapu felé tartó labdát Tóth védeni tudta egy szép vetődéssel. Egy óra játék után már majdnem 2 volt a hátrány, de Pantovics lövése a kapufa tövéről kifele pattant. A 82. percben a másik oldali kapufa került főszerepbe. Szenes lekészítése után Sándor megpattanó lövése találta el a vasat. A 85. percben Gohér próbálkozott ismét szabadrugásból, de Tóth kiütötte a lövését. Nem sokkal a lefújás előtt még Szabó lőtt távolról fölé, egyenlíteni azonban nem sikerült, így a Cegléd szerezte meg a 3 pontot. Folytatás jövő hét szombaton Zalaegerszegen. Soroksár, Cegléd 0-1. Hát gratulálok a győzelemhez, erre mondják, hogy úgy kellett, mint egy falat kenyér. Pontosan, nagyon szépen köszönjük, ez igazi férfi munka volt. Úgy gondolom, hogy a csapatnak ez a győzelem ez nagyon sokat fog segíteni a következő mérkőzésekben is. A Soroksár egy nagyon jó ellenfél volt, nehéz volt, de én úgy gondolom, hogy férfi munka volt, és sikerült végre 3 pontot begyűjtenünk. Mi múlott vég ez a győzelem? Ez a győzelem, ez a csapatnak a kitartását, a közös küzdeni tudást, és úgy gondolom, hogy a szerencsén is nagyon sok minden múlott. Én úgy gondolom, hogy az előző 3 fordulóban is rengeteget tett a csapat, eddig nem állt mellénk a szerencse, de most végre sikerült. Akkor most elindultok felfele? Hát bízom benne. Azt gondolom, hogy nem játszottunk valami nagyon szép játékot, de amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Tudtuk nagyon jó, hogy a Soroksár hazai pályán győzelemet tör, és egy labdabirtoklás váltást használtunk ki, amit edzésen is gyakoroltuk, és hát ugye ez egy ilyen fél kontra-kontra, és ezt sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen, amit az első 3 fordulóban elvettek onna, odafentről önöktől, azt most gyakorlatilag egy picit kompenzálták. Hát meg ez igaz, de még azt gondolom, hogy ez őszi dolog is benne volt. 8 x-ünk, és abból legalább 4-5 úgy alakult, hogy az ellenfél örülhetett. Most tulajdonképpen nem mondom, volt egy kis szerencsénk, de ha belegondolunk, 1-0-nál kapufát rúgtunk, sok véleményes szituáció volt. Én azt gondolom, hogy kicsit durva is volt a mérkőzés, méltatlan volt ehhez a két csapathoz, de hát nyilván a nagy azért rányomta a bélyegét a játékra, meg a viselkedésre. Soroksárnak gratulálok, nagyon jó csapatuk van, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó fognak szerepelni ebbe az osztályba, de még egyszer mondom, mi megyünk tovább, és valóban, ahogy mondta, 3 forduló alatt nem mindig volt szerencsénk finoman fogalmazva is, de hát ezt tulajdonképpen azért nem adnak pontot. Ma meg volt néha egy kis szerencsénk, és 3 pontot be tudtuk gyűjteni. Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt előre terveztük. A bekapott gól után eléggé problémák voltak a fejekben, és a második fél időben is nagyon sokszor szétesett a csapat. Gondolom nehéz ilyenkor mérkőzés után nyilatkozni, de mi lehetett a gond? Nem nehéz. Ez is benne van a futballba. Egyszer fent, egyszer lent, ezt is meg kell élni. Fiatal edző vagyok, meg úgy gondolom, hogy ezek is erősítenek, tanulok ezekből a dolgokból, legalábbis remélem. Ahogy én láttam, az körülbelül úgy nézett ki, hogy az első fél időben rommá kellett volna nyernünk a mérkőzést. De az elmúlt hetekben is bebizonyosodott már, hogy egyszerűen jelen pillanatban nincs a csapatban olyan játékos, aki
akiről befelé pattan a labda. Minden helyzetet kihagyunk mostanában, a felépítettséggel nem biztos, hogy baj van, de a helyzet kihasználásunk az kritikán aluli. Aztán az azért minden bajnoki mérkőzésben benne van, mert az MB2-ben azért könnyű mérkőzések nincsenek, hogy egyszer eljön az ellenfél a kapudig, és egy jól eltalált lövéssel gólt szerez, ez történt ma. Az első fél időben a Cegléd egyszer járt a kapunk közelébe, akkor is gólt kaptunk belőle. Majd utána megpróbáltunk változtatni, de nem igazán sikerült. A második fél időben nem volt bennünk átütő erő, kapkodó volt a játékunk, már egy kicsit szerintem görcsösek is vagyunk a elmúlt hetek. Hát nem tudom, hogy eredménytelenséget talán emiatt, de én úgy gondolom, hogy egy-két játékos, aki ma megkapta a bizalmat, és a bizalmamról biztosítottam, az nem teljesített jól. Ez a csapat sajnos nem bírja el azt, hogy az előrejátékban három nagyon komoly ember hiányzik. Én azt hittem, hogy egyébként jobban meg fogják oldani a helyettes játékosok, de a mai nap bebizonyosodott, hogy nem. Ezáltal meg is pecsételődött a sorsunk. Széteső volt a játékunk, nem volt jó a játékunk. A Cegléd megnyert két dolgot, az egyik a mérkőzés, a másik pedig a jajgatási verseny, de hát ez benne van, erélytelen volt a játékvezetés, nagyon sok mindent megengedtek, amit szerintem futballmérkőzésen nem szabadna, de hát ez legyen az ő dolguk. Én úgy gondolom, hogy el kell, hogy gondolkozzunk, és teljesen új alapokra helyezve a következő napokat meg kell próbálnunk javítani a elkövetkezendő mérkőzéseken.